köszöntöm a sajtótájékoztató részvevőt, először vendégem Mesteri Eszterhez Edmundhoz fordulnék. Nagyon hamar nagy különbség alakult ki a pályán, mi volt ennek azokat? Értékelje a mérkőzést. Minden köszönöm a szót. Először is gratulálni szeretnék a sima győzelemhez. Hát egyszerű, 6,5 órát utaztunk 30 fokban, ilyen meleg még nem is volt az idén, már érződött, hogy nagyon nehezen viseljük, ráadásul csúsztunk is az úttal kicsit. Természetesen nem lehet erre fogni, de egyértelműen rányomt egy kicsit a bélyegét. Utána próbáltunk mérkőzésben maradni, a másik fél időben is arra törekedtünk, hogy hiába van közte 7 gól, hogy próbáljuk mi azt tartani, vagy kicsit csökkenteni, mert azért van egy visszavágó ennek a mérkőzésnek, és az ellenfélnek is kell utazni ennyit. Természetesen Komló az esélyesebb, ezt tudtuk, hát jobb játékos állománnyal bír, de azt gondolom, hogy ilyen út után is, meg az, hogy esetleg ők kicsit esélyesebbek, azt gondolom nem játszottunk jól. Tehát nagyon gyenge egyéni teljesítmények voltak, akikben pont bíztam, hogy na majd az ilyen meccsen, hogy több lehetőség van, és akkor bátrabban tudnak, nincs rajtuk olyan felelősség, jobban fognak tudni játszani. Ma ez nem jött össze, ennek köszönhető ez a nagy arányú vereség. Sajnos a védekezésünk sem tudott olyan masszív lenni, a Márknak is a térde, reméljük, hogy nem sérült komolyan, még ő is kiesett belőle. Hát mennyi volt benne? Azért készülünk a visszalágóra, nem adtuk. Köszönjük szépen. Hát már előttük vattuk a tabára, mert mondjuk, hogy kimattuk az esélyesek. Én most nem úgy alakul, hogy visszatérve a mérkőzésre. Sokkal nehéz dolgotok volt, mert a Komlóban a beállósok szerintem nagyon jól játszottak. Mit gondolsz? Ez így igaz. Utólag úgy mondom, hogy sajnos sok helyet adtunk nekik, inkább az átlövők teljesítményére készültünk jobban. Ez visszájára fordult, nagyon jó teljesítmény mutattak valóban a komlói beállók, de én úgy gondolom, hogy igazából a legnagyobb problémát az a helyzet kihasználásunk jelentette, mivel az első fél időben különösen megvoltak a helyzeteink, de az Ante remek formában védett, ezt íratjuk az ő jó számlájára, vagy a mi dekoncentráltságunkra. Ez most így alakult, gratulálok a komlónak, ma a játék minden terében fölénk nőttek, de jönnek még vissza. Köszönjük szépen. Menjünk vissza, most ez a 10 gól, ez mit jelent számodra? Egyrészt, másrészt pedig akkor értékeljük a mérkőzésben. Lesz mit? Vagy van mit szerencsére? Ugye ez egy Kuba mérkőzés, én elmondtam ezt a fiúknak, és hát az editor az volt az első kérdésem, hogy jó messze vagyunk mi. Azt mondta, hogy igen, úgyhogy mi ezt tudjuk, amiről beszéltünk, hogy azért nekünk is vissza kell menni. De természetesen azt gondolom, hogy ez a 10 gól ezért egy olyan előny, amivel most nyugodtabban tudunk utazni természetesen, mint hogyha csak a fele lett volna. Tehát ez volt az egyik alapvető célunk, hogy a lehető legjobban próbáljuk megjátszani. Annak örülök, hogy ez így sikerült, de természetesen, ahogy mondták ők is, meg tudjuk mi is, van egy visszavágó. Tehát azért itt beszélgettünk arról, itt a hullámzásokról, hatalmas hullámzások vannak. Itt nekünk majd arra a mérkőzésre is oda kell kellően figyelni, mert ugye szeretnénk tovább jutni. A mai mérkőzésen meg azt gondolom, hogy végre mutattuk azt az arcunkat, amit szeretek látni. Tehát szépen dolgoztak a fiúk egész mérkőzésen. Azt gondolom, hogy fontos volt az, hogy egy ilyen különbséget tudtunk elakítani már az első fél időben is, a második fél időben próbáltuk még ezt növelni. Volt, akinek ugye ma ebben több szerepe volt, akinek kevesebb, de mindenki igyekezett hozzátenni, ehhez csatlakoztak jó egyéni teljesítmények, amik mindig kellenek egyébként a jó szerepléshez, úgyhogy ennek így magában nagyon örülünk a mai napon, és készülünk majd a visszavágóra is, ezt is ígérhetem. De most majd a következő feladatunk az majd ugye a hétvégi bajnoki mérkőzés lesz, ami mondhatom, már itt lesz majd a nyakunkon. Köszönjük szépen. Akkor Viktorhoz fordulok, hogy holnap érettségi, a mai teljesítményed, de valószínűleg állítani holnap, majd meglátjuk. Mit gondolsz? A második fél idő elején beleerősített, begyorsította a játékot az Eger. Hogyan tudtuk ezt visszavenni, illetve visszavenni az irányítást a mérkőzésen? Igen, egy kicsit váratlan is ért talán minket az, hogy az Eger motiváltan is feltizelvédke a második fél időre. Viszont megtartottuk a feszes védekezésünket, illetve próbáltuk ugye ezt a játékot nyújtani az első félidőre a gyors gólokra, illetve a lerohanásokra mentünk, és azt gondolom, hogy így kézbe is tudtuk tartani a mérkőzést, és örülök neki, hogy nem lett szorosabb, ahogy az Egerek szerették volna. Csurgolven, itt ügyünk át szombatra.
azt mondom, hogy ezt a védekezés mindenképpen már nagyon jól működött, nagyon sokat faltolott, a labdát is szereztünk, illetve ez a gyors játék talán nagyon jól jött nekünk, remélem, hogy a csorgalán is ugyanígy fogunk tudni. Köszönöm szépen, köszönjük a sokkal.